Áááá, ha megjött, de ott fogunk majd benni. Én, ez, én itt nagyon sokat szinkronizáltam. Most, ez lesz a dal. Most. Ez így nekem tök kevés. Én amúgyis sokat szeretek valahogy visszahallani. Ha segítek beállítani, akkor mindent lejjebb húzok, akkor a mastert tekerem följebb. Siker van? Na mindegy, nézzük meg, próbálom. Kíváncsi vagyok. Vagy lehet, hogy hangos a zene, nem? Adni, mint a békés nagy világ. Jó. 14 dal került fel a nagy lemezre, ebből, ahogy említettem, már 10 világsláger, és 2 kimondottan magyar nyelvű dal is felkerült a lemezre, egyik Zsédának egy nagyon cuki dal, a Szürke patás, másik pedig egy komoly hangvitelű, igazán szentimentális dal, Csondor Kata énekelte ezt a dalt. És hát úgy döntöttem, hogy legyen olyan dal, amit mindenki ismer, és már nagyon-nagyon sokszor lehetett hallani. Egy pár évvel ezelőtt énekelte Csondor Kata ezt a dalt, és most úgy gondoltam, hogy duettben elénekelném ezt a dalt, egy picit újra hangszerelve, hála Istennek, Katának nagyon tetszett a mi verziónk. Nekem ez is teljesen jó, oké. Okay. Volt benne egy jó kis hajlítás, az még tök szép volt. Jut még bárkinek a tiszta fényből egy cseppnyi láng, jóket körbenézel, s látsz egy arcot, amin néma, mint a békés nagy világ. Nem vettem levegőt, belefulladok. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ? Mindegy, ennyi egyelőre. Oké, ez már editálható. Ez sikerült jobban, ha? Karácsonyi lemez, angyalok éneke nélkül mit sem ér. Úgyhogy 2 hölgy és 2 férfiú vokalista barátomat felkértem arra, hogy énekeljen föl és varázsolja el a közönséget még inkább. Én azt gondolom, hogy jól sikerült. Jó pár dalban részt vettek, és így lett igazán meghitt és szépen az album. 1, 2, 3, 4. Tél napon a legnagyobb sztár, szép karácsony ünnepe vár, a boldog, fényes ünnep ránk vár. Igen, ha tisztán énekelik, akkor jó. Ünnep jön már. Tél napon a legnagyobb sztár, hogy ünnepe vár, a boldog, fényes ünnep ránk vár. Hangja száll, hangja szól, hangja szól, szívünkkel együtt dalom. És most? Tipi-dip-top-top, tipi-dip-top-top, Frosty hangja szól. A Frosty csak nevet, míg a sok hótéri ég, sose csügget még... Ez itt a stúdió, eljött a pillanat, hogy duettet énekünk életünkben először mai napon. A dal címe Holly Jolly Christmas, ez az eredeti angol cím. Szép lesz majd az ünnep, ez a dal címe. Duettet. Jó. Ugye szép lesz majd az ünnep. Egy számomra nagyon különleges duett is felkerült a lemezre. Édesapámmal még soha nem énekeltünk együtt egy színpadon, úgyhogy úgy döntöttem, hogy felkérem a karácsonyi lemezre. Hát mondanom sem kell, nem utasította vissza, nagyon boldog volt. Nagyon izgult egyébként a stúdióban, de hála Istennek szerintem sikerült lenyugtatnunk, és a végeredmény fantasztikus lett. Ott azért kell szétszedni, mert nem fogod bírni levegővel. Igen. Ezt az áldott levegő égi fény. A 10 világsláger közül van 2 olyan dal, ami számomra különösen fontos, ugyanis ezt a 2 dalt, a Frosty the Snowman című nótát és a Holly Jolly Christmas-t még senki nem énekelte magyarul. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy először az én lemezemre kerülhetett fel, hogy most ezt a 2 dalt is hallhatjátok. Ebből az utóbbit, a Holly Jolly Christmas-t, amelynek Szép lesz majd az ünnep lett a címe, éneklem édesapámmal. Kicsit elfáradt az év, de hullám... Elkészült a lemez.
És bizony a 14 dal, ami felkerült a lemezre, egytől egyig elhangzik majd a december 21-i lemezbemutató koncerten. Oda várom mindenkit sok szeretettel a Monsport rendezvény központba, egy 16 fős vonós zenekarral és a 10 fős saját zenekarommal. Vendég a Full Moon, Csondor Kata és természetesen a különleges duett partnerem Gályer Tamás édesapám.